Pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. László Imre, a DK országgyűlési képviselője. Egy olyan ember, aki hosszú éveken keresztül tanult, azért dolgozott, hogy megmentse önöket, hisz orvos lett. Sokat dolgozott, sokunkat megmentett, aztán úgy döntött, hogy elmegy politikusnak, bejutott a magyar parlamentbe is. Most meg úgy látszik, hogy nem elég neki a magyar parlament, rájött, hogy ő közvetlenül a helyhatósági választásokon indul, és a kerületét, azokat az embereket akarja szolgálni, akiket vagy ott volt a születésükkor, vagy megmentett őket, vagy az általa vezetett kórházba gyógyították meg. Szép jó reggelt kívánok a hosszú bevezető után. Bármit mond nekem, egyszerűen nem tudom megérteni, hogy ha valaki eljut már a topra, amivel a politikába el lehet jutni, akkor miért akar polgármester lenni? Hát minden esetre köszönöm ezeket a szép szavakat, és jó reggelt kívánok a nézőknek. Hogy miért is? Hát először is kértek rám. Másodszorban az én életem, gyakorlatilag most gondoljunk szerkesztő úr arra az időszakra, amire célzott, kórházigazgatóként 16 évig. Nem közvetlenül a beteg ágy mellett dolgoztam, hanem azoknak a munkáját segítettem, akik közvetlenül a betegellátásban vettek részt. Azokat szervezte. Tetszik, nem tetszik, menedzseri feladatokat hajtottam végre. Hogy működjön a kórház, hogy működjön a gyógyszerellátás, legyen műszer a kézbe, és egyáltalán a betegek megelégedetten, ugye ezt hatni meg kellett legyen használható dolgozókra, az ágyak mellett is. Pontosan, igen, így van, hogy normálisan működjön úgy, ahogy az emberek teljesen jogosan elvárják egy egészségügyi intézménytől, nem csak meggyógyítják, tehát akkor abból indul ki, hogyha egy kórházat el tud vezetni, mint menedzser, akkor tulajdonképpen egy kerületet is, mint polgármester? Az is menedzselési feladat. És hát nekem az életemben, hát szerkesztő gondoljon arra, hogy szervezőorvosként dolgoztam, 32 évig katonaorvos voltam. Olyan feladatokba vettem részt, mint például az öbölcsoport összeállítása 1991-ben, akik Dahránban települve végezték a dolgokat az a sok nemzetiségű amerikaiak által irányított hadműveletben. Szervezői feladatokat hajtottam végre, azt tanultam, gyakorlatilag, ha úgy tetszik, arra képeztek ki, hogy hogyan lehet egy bizonyos csapattal egy eredményes munkát letenni az asztalra. Ez az egészségügy hát természetesen azért áll közelebb hozzám, hiszen orvos vagyok, és ezt a szemléletet vittem. De úgy hiszem, hogy erre a szemléletre egy önkormányzatban, egy közösség életében is szükség van. Ez a megértést sugallja. Azt, hogy értsem az embereket. Tudjam azt, hogy én az ő érdekükben vagyok, és tudjam azt, hogy egy polgármesteri feladat, az nem párt feladat. Tehát a polgármester nem a párt alkalmazottja, hanem annak a közösségnek az alkalmazottja, amelyik megválasztotta. Igen, itt a kérdés már csak az, hogy az, ahol indul, vajon az emberek is ezt akarják-e, vagy vajon azok az emberek is egy orvost akarnak, akinek hatalmas szervező képessége van, vagy egy politikust, aki tudja, hogy honnét lehet megfelelő pénzeket szerezni és becsatornázni, hogy legyenek szobrok, szökőkutak és mindenféle egyéb, ami nem biztos, de ez a demokrácia. Én arra buzdítok csak minden nézőmet és polgártársamat, hogy annyit megér a buli, hogy keljenek föl a negyed órát a saját jövőjük érdekében, és tök mindegy, hogy kire szavaznak. Na, a szélső jobbra azért ne szavazzanak, mert az nincs ínyemre. De ez lehet a kormánypárt, ez lehet a DK, ez lehet bárki. A lényeg az, hogy tegyenek érte valamit, hogy valaki legyen. Ha aki meg nem megy el, az meg csak utána ne pampogjon. Valóban így van. Esetemben az a helyzet, hogy mögöttem 6 párt áll. 6. Tehát én végeredményben... Nem lesz könnyű összefogni. Mondjuk azt teoretikusan, hogy megválasztják önt polgármesternek. Tudja, hogy ez a 6 párt a csontját le fogja rágni?
Ezek a pártok majd székeket szeretnének. Egy önkormányzat épületből, meg székekből áll. Mindenki szeretne majd egy széket enyistandolni. Így van, így van. Egészen biztos, hogy ezzel szembe kell nézni. Hadd mondjam el, és ezzel egy pici titkot árulok el természetesen, hogy amikor indultunk, ez tavasszal volt, kora tavasszal, akkor azt mondtam, hogy bocsánatot kérek, nem osztogatunk. Nem vagyunk birtokon belül, nincs mit elosztani. De azt ígérhetem, tehát nem beszélünk tisztségekről, alpolgármesteri, bizottsági vezetői tisztségekről, mert nem vagyunk birtokon belül. Ha megválasztanak bennünket, akkor én ígérem, hogy ezzel a társasággal ugyanúgy leülök, átbeszéljük a dolgokat, és akkor fogjuk eldönteni azt, hogy milyen fölállásba fogjuk vinni tovább a kerületnek az életét. Én mindig csapatba gondolkodtam, és szerkesztő úr, higgyel nekem, hogy azért volt, hadd ítéljem, nem én mondtam, de... Sikeres így, az élete, így mert van, tud. Mert volt érzékem ahhoz, hogy azt a csapatot kiválasszam és menedzseljem, ami jól tudja vinni a különböző irányokat, és így összehangolt tevékenységgel egy eredményes produktumot tegyünk le az asztalra. Tehát azt akarja ezzel üzenni, hogy ez nem egy one-man show lesz? Nem. Nagyon nem. És gyakorlatilag az a helyzet, hogy amikor leültünk, és ugye ez a hat párt leült, akkor itt nem pártprogramok kerültek terítékre, hanem azt néztük meg, hogy annak a kerületnek mire van szüksége. Ezt jelképesen 11. kerületről van szó, ugye megbocsátják nekünk a nézők. 11 pontba foglaltuk össze, hát az egyes pontok alatt természetesen több minden is szerepel. Mi ezt kívánjuk megvalósítani, nem pártprogramokat, nem párt ideológiát, hanem gyakorlatilag azt a programot, amit egyébként most már közkincsétettünk. Azért azt tudja képviselő úr, és nem akarok vészmadár lenni, hogy egész máson megállapodnak ma, és egész más, amikor majd a martalékon, a székek szétosztásán kell, akkor kell kemény legénynek lenni. A felelősségem akkor fog előjönni. Így igaz. Könnyű helyzetben egyébként borzasztóan jó. Ígérgetni az nagyon jó, de amikor szét kell osztani a székeket, és eldönteni, hogy ki miért lesz felelős. Higgyel nekem, hogy adott helyzetben nagyon kemény tudok lenni. Mit szól a családja ehhez? Hát, ez most nagyon nem jó kérdés volt, mert aki közel állt hozzám... Kérdéseket nem azért teszünk föl, hogy a meghívott vendégek ezt szeressék vagy ne szeressék, illetve szívjuk. Aki közel állt hozzám, az lakónikus egyszerűséggel azt mondta, hogy te nem vagy normális. De azt is mondták egyébként, hogy tiszta hülye vagy. Hát azért országgyűlési képviselőként dolgozol, most pedig bele akarsz menni egy darásfészekbe, hiszen egy polgármesternek az élete minden, csak nem éppen egyébként a nyugalommal párosítható életforma. De azt kell mondanom, hogy ez a langyos vízbe lubickolás, ez soha nem volt az én műfajom. Nézze, a parlamentben nagyon sok mindent próbáltam csinálni. 50 felszólalásom volt, 37 törvénymódosítási javaslat, egyéb írásos javaslat. Még mielőtt megkérdezné szerkesztő úr, egyetlen egyet se vettek figyelembe. Ami az ellenzék részéről elhangzik, egyetlen egy javaslatot nem vesz a kormánypárt figyelembe, vagyis a munkám egy év óta teljesen értelmetlen. Ugorjunk egy nagyot. Tegnap óta aggódom. Önt a politika elvitte a betegágy szervezéstől, az orvostudománytól a parlamentbe, politikai pályára ment. Tegnap a házi orvosommal beszélgetek, aki a világ legjobb feje, de ő sem 20 éves már, a nevét úgysem mondom meg, pacemakere is van, és ő szeretne még élni, tehát nem fog 80 beteget ápolni és fogadni naponta, tehát ő is előbb-utóbb majd nyugdíjba megy, és mondtam neki tegnap, hogy te figyelj, és akkor mi lesz velem? És akkor mondta, hogy hát ez attól függ, majd helyettesít, és akkor majd föl tudja írni a receptjeimet. Tehát lehet, hogy én nekem közel 70 évesen majd új házi orvos után kell nézek. Mi lesz azokkal a betegekkel, akiket ezek az orvosok, meg addig, ameddig ön gyógyított, mert az is gyógyítás, hogy az egészségügyet szervezik.
egyszerűen fogják magukat és nyugdíjba mennek, mert eljár az idő, idősebbek lesznek, és nincs elég utánpótlás. Akkor az internetről fogom gyógyítani magamat? Már elnézést, hogy ilyen hanoki önző vagyok. Szerkesztő nem is tudja, de szerintem tudja, hogy egy hihetetlenül baljóslatú jövőt festett most föl, aminek a realitása ne abszolút tegye, mert megvan. A társadalmat nem fenyegetjük. Nem fenyegetjük, de én a szakpolitikus társaimmal már több éve mondjuk, hogy emberek vigyázat, ez a politikának szólt, vigyázat, mert az alapellátás, ami végeredményben a záloga egy ember életének a megmentésének és a tisztességes ellátásnak, ott kezdődik a legfontosabb része az betegellátásnak. Óriási veszélybe van, mondok egy számot, 6565 házi orvosi praxis, ebbe benne van a gyermekgyógyászat is. Itt gyakorlatilag most már elérte az átlag életkor a 60-at, a gyermekgyógyászoknál meghaladta a 60-at, évente nem több, mint 50 új belépő van a rendszerben, miközben most már százas nagyságúnak kellene lenni, több százas nagyságúnak ahhoz, hogy föntartható legyen az egyensúly, nem a fejlődés, csak az egyensúly. Tehát egyre több a feltöltetlen házi orvosi praxis ennek következtében, hiszen az életkor, ugye, ahogy haladunk előre, van egy rossz hírem. A napokban olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt az angliai egészségügyi szolgáltatásról. Ha Angliában nem lennének kelet-közép-európai orvosok, akik azért, mert szeretnének egy kicsit jobban élni, iszonyú körülmények között, iszonyú mennyiségi órában viszik a hátukon az angol közegészségügyet, az angol egészségügyi alapellátást. És hogyha ők holnap úgy döntenek, hogy hazamennek Romániába, Magyarországra, Lengyelországra, akkor az angol egészségügyi szolgáltatás egyszerűen összeomlik. Úgyhogy rajta szervezzük meg, hogy a mieink hazatérjenek. Eddig tartott már betervezett beszélgetésünk. Én visszavárjunk. Pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában dr. László Imrét, a DK országgyűlési képviselőt, a 11. kerület polgármester jelöltjét látták és hallották, és ha 8 óra van, akkor következik a mindentől független híradónk, hisz tudják, aki objektív híreket akar tudni, látni, az a heti tévé híradóját nézi, majd a híradó után folytatjuk tovább reggeli politikai magazin műsorunkat, a Pirkadatot. További jó tévézést! Köszönöm!